Az előzetes eredmények szerint Jakov Milatovic nem hivatalosan nyerte meg a montenegrói elnökválasztást. Az MTI azt írja, CEMI ellenőrző és kutatóközpont adatai szerint 37 éves közgazdász szavazatok 60,1%-át kapta meg ellenfelével, szemben jelenlegi államfő, Milo Djukanovic 39,9%-ával. Milatovic 2020 és 2022 között volt kormánygazdaságfejlesztési minisztere, népszerűségét annak is köszönheti, hogy drasztikusan megemelte a nyugdíjminimum és minimálbér is. Ha ez a vége.